Üdvözlök mindenkit! Élőben vagyunk most már a YouTube-on, a Zoom-on, és élőben, ha jól tudom, akkor 13 különböző nyelvre folyik a tolmácsolás. Hihetetlen eseményen vagyunk túl, vagy hát vagyunk benne itt Dubajban. Edward, Ilja, és azok, akik itt vannak, hát azok nyilván szívesen emlékeznek erre vissza. Ugye 2022. márciusában ilyen 500 ember volt a Coca-Cola arénában, és ugye akkor meghatároztunk egy céget, körbenéztünk itt az arénában, és azt mondtuk, hogy fú. Elment az internet kapcsolat. Nos, tehát csodás webináron vagyunk, és bízunk benne, hogy az egész közösséghez eljut 100%-ban az információ, felvesszük a prezentációkat, és minden nyelven megpróbáljuk megosztani ezeket a prezentációkat, hogy ti is meg tudjátok osztani, úgyhogy üdvözlünk mindenkit a mai találkozón. Edward Ilja nagyszerű eseményre került sor, és azt gondolom, mindenkinek leesett tőle az ára, hiszen az eddigi legnagyobb eseményünkről beszélhetünk. Jeremy is annyira izgatott volt. Tehát azt hiszem, hogy hajnali 1 órakor sikerült visszatérnem a szállodába, hiszen mindenkivel szerettem volna beszélni, minden egyes emberrel, és mindenki megkérdezte, hogy milyen eszközök vannak, mindenki a PowerPoint prezentációkat kérte, stb. Stb. És azért döntöttük el, hogy megpróbáljuk leegyszerűsíteni ezeket az online találkozókat, hiszen mindenki egyértelmű üzenetet szeretne kapni ebben az 1 órában, úgyhogy éppen ezért mindenképpen egy órás időtartamot határoztunk meg a mai találkozó számára, és nagyszerű bejelentésekre kerítünk sort. Ugye? Igen. Azt kell mondjam, egyébként nagyszerű nap volt a tegnapi nap, tényleg. Tehát azt hiszem, hogy az embernek túl sok lehetősége nincs arra, hogy az igazi legendákkal találkozom, például a sport területéről, illetve abból az ágazatból, ahonnan érkeztünk. Nekünk egyébként a foci egy új terület, de nagyon izgalmas látni ezeket a nagyszerű futballjátékosokat, vezető futballjátékosokat, például akár Brazíliából. Hát ők igazi futballlegendák, és hát tehát tényleg hihetetlen volt. Ezek igazi ikonok, igazi idolok, akik eljöttek Dubájba csak azért, hogy velünk legyenek a tegnapi nap folyamán, és egyébként a legerősebb IT csapat támogatta a projektünket, úgyhogy persze itt nem csupán tehát nyilván nagyon sok fizikai dologról is szó volt, hogy össze kell csomó mindent építeni, de a legerősebb közösséget tudhatjuk magunkénak, azt gondolom. És talán mi vagyunk a legkorlátlanabb közösség. Igen, korlátlanak vagyunk. Igen, az egyetlen korlátlan közösség mi vagyunk. Igen, abszolút. Abszolút. Pontosan ezt gondolom én is. Talán néhány szót ejtenünk ki arról, hogy miről is van szó, miért változtattunk. Ugye, Jeremy, talán kéne erről beszélnünk. Ugye új terméket indítottunk el. Tehát új nevet kellett bejelentenünk. Tehát ez az egyik legfontosabb üzenetünk egyébként már néhány éve. Tehát ugye azt gondolom, hogy Edwardnak is nagyon fontos az, hogy korlátlan, és ez az, ugye az új kulcsszavunk, és ugye Edward már ezt nagyon régóta használja. És tudom, hogy például Edward, te mennyire korlátlan vagy, tehát nem ismersz korlátokat, és abszolút azért is szeretjük ezt a szót, mert ez pontosan a mi közösségünket, minket jellemez tökéletesen, és azzal talán Edward elmagyarázna, hogy miért is változtattunk, és miért nem Daisy kórról beszélünk most, miért Limitless kórról beszélünk. Hát a Daisy az első projektünkből származik, és imádjuk ezt a projektet, és
Nyilván a Daisy az folytatódik továbbra is, folytatjuk a kereskedést, ez továbbra is ott marad, és nem megy sehova, de ja, van, aki azt mondta, hogy fú, hát picit szomorú, és hát igen, de nem arról van szó, hogy ebből kilépnénk, hanem egyszerűen arról van szó, hogy további nagyobb projekteket szeretnénk elindítani, és szeretünk volna ezeknek a projekteknek egy új nevet találni, és nem tudtam jobbra gondolni a közösségünk alapján, mint erre, hiszen hogyha ugye ismertek a vezetőket, tudjátok, hogy kik vagyunk, és tudjátok, hogy tényleg mi nem ismerünk korlátokat, ez nem egyszerűen egy név, és abszolút imádom, hogy ugye Jeremy is egyébként majd beszélni fog különböző történetekről, és ugye arról beszélt, hogy ugye, tehát gyakorlatilag, amikor az ember a gyerekét is elnevezi, az mindenképpen őt magát is tükrözi. Tehát tudjuk, hogy mindenkinek a neve azért ez valamit képvisel, valamit jelent, és éppen ezért az egész közösség az egy korlátokat nem ismerő, korlátlan szintre emelkedett és nőtt, és éppen ezért gyakorlatilag nem megváltoztatok a nevet, hanem egy új nevet találtunk ki az új projektnek, és ez a limitless, ez a korlátlan. Igen, hát már a Daisy elindítása óta mindenképpen egy központosított közösségben gondolkodtunk, és szeretünk volna nagyon erőteljes piaci penetrációt elérni, központosítást elérni. Tehát már az első naptól kezdve azt terveztük, hogy különböző projekteket hozunk be ide. Tehát éppen ezért nagyon izgalmas, hogy az első fejezet után léphetünk tovább. Az elején egyébként ugye senki sem ismertünk, és most már a Daisy egy kivételes lehetőség azoknak, akik részei voltak, vagy részei az utóbbi 3 évben ennek a projektnek. Nyilván élvezik az előnyeit, a teljesítményt, és nyilván a különböző jutalmakat, azokat is élvezik. És éppen ezért a mai napon ugye szeretnénk egy nagyon izgalmas projektet bejelenteni, talán legizgalmasabb, amit eddig láttunk, egy olyan dolog, amit tényleg soha nem láthattunk ebben az ágazatban, vagy akár a világon. És szeretnénk bejelenteni azt, és bejelentettük a dubái eseményen, hogy a következő globális eseményünkre augusztusban kerül sor, augusztus 17-én, tehát 16-a, 18-a között lesz, de 17-én lesz a legfontosabb, Las Vegasban, Nevadában fog sor kerülni az eseményre. Már lefoglaltuk a helyszínt, 10 000 fős helyet foglaltunk le. Hát tudjuk, hogy ez egy nagyszerű hely az Egyesült Államokban, és itt fogjuk bejelenteni majd a következő termékindításunkat. Úgyhogy a mai napon szó szerint arról fogunk beszélni, hogy itt most egy 6 hónapos lehetőség áll előttünk, hogy eljussunk a lehető legtovább, és megmutassuk a világnak ezt a projektet, és a mai napon egyébként erről eléggé sokat tudhatok majd meg. Most remélem, hogy készen álltok, és akkor már is megosztom a képernyőt, és akkor először egy videót fogunk veletek megosztani. Ugye képzeljétek el, hogy ezt a videót, ugye 6-7 ezer ember előtt játszottok le a Coca-Cola arénában, ugye ez nyitotta a délutáni szekciót a tegnapi nap folyamán, és egyszerűen imádtam, mert gyakorlatilag óriási nagy focilabda volt az, ami gyakorlatilag elindult a színpadról, és körbe repült a Coca-Cola arénában a videó után, úgyhogy itt most jön egy 60 másodperces videó, és akkor utána jön egy 10 perces marketing videó. Ez a videó, ez 13 különböző nyelvre már lefordítottuk, és az elkövetkező 24-48 órában mindenki ez el fog kerülni, annak érdekében, hogy hozzá tudjatok férni ehhez a marketing videóhoz, és egyébként nagyon egyszerű PowerPoint prezentációval is készültünk a mai napra, annak érdekében is segítsünk nektek megérteni az, hogy milyen hihetetlen energia is húzódik az új projektunk mögött. Úgyhogy akkor mindenki töltödjön fel energiával, és ugye próbáltok meg korlátok nélkül gondolkodni, ezt a fajta víziót erősítsetek magatokban, hiszen erre lesz szükség, és szó szerint olyan dolgot fogunk létrehozni, amit soha nem látott még a világ, és ez egy egyszeri lehetőség, és exkluzív, kizárólag a Limitless közösségét célozza meg, úgyhogy akkor már is elindítom videóra szabva a képernyőm megosztás, és akkor már jön is.
A digitális előrelépés modern időszaka az innovációt nagyon támogatja. Gyakorlatilag a játékot megváltoztatjuk. Átalakítjuk az egész világot. És még egyszer. Olyat teszünk, amire korábban nem volt még példa. Készen állunk erre a világot megrengető partnerségre. Limitless és a Blockchain Sports. És akkor most belevágunk a 10 perces áttekintő videóba, ami el fogja magyarázni nektek, hogy miről is szól ez az egész projekt, és aztán visszatérünk, és megosztjuk veletek a szlájdokat, és elmondjuk, hogy egészen pontosan hogyan vehettek részt ebben a projektben, és milyen módon fog működni a reward plan, úgyhogy néhány perc, és aztán folytatjuk. Talán rossz gombra kattintottam. Üdvözlünk ezen az átfogó előadáson, ami a Blockchain Sportsról szól. Ez egy úttörő projekt, amely átalakítja a sportot, forradalmasítja a technológia integrációját a sportvilágába. Hoppá. Szeretném, hogy ez teljesen tisztán működjön egy pillanat. Megpróbálom akkor megfelelő módon elindítani ezt a videót. Oké, most már jól lesz. Tehát átalakít. Na, kezdjük előről. Üdvözlünk ezen az átfogó előadáson a Blockchain Sportsról. Ez egy úttörő projekt, amely átalakítja a sport üzletágát és forradalmasítja a technológia integrációját a teljes sportvilágába. A legjobb az egészben az, hogy a blockchain, a blokklánc, a sport és a Limitless közti partnerségnek köszönhetően teljes körű partnerek lehettek ebben az innovatív projektben, osztozhatok az egész ökoszisztéma sikerében, és tartósan alapítottaként a teljes jogdíjból is részesülhettek. 2021-ben egy látnok közösség, amely influencerekből állt, rájött arra, hogy valami igazán példátlan decentralizált platformot kell létrehozni, ha a tagok részt vehetnek az áttöréshozó projektekben, és nyerességgel, tőkével és jövedelemmel gazdagodhatnak. 3 évet követően az első projektünk, egy mesterséges intelligencia platform a pénzügyi piacokon már is pontosan ezt tette. Jelenleg világszerte több mint 200 ezer közreműködő élvezi az előnyöket, amelyeket a tartós passzív jövedelem jelent. Míg az első projektünk több ikaparágát is felforgatott, a közösségünk márka kapcsolata a Blockchain Sports-szal megváltoztatja a világot a szószoros értelmében. Ma büszkén mutatjuk be a Blockchain Sports-ot, ami egy decentralizált technológiai platform és Web3 csapat, amely hullámokat fog vetni a sportiparágban. A nyitó projekt a világ első számú sportfociával kezdődik. Ha úgy döntesz, hogy alapító tag leszel, osztozhat az egész projekt sikerében. És nem csupán a szeptemberben induló futballprojekt sikerében, hanem márka partnerként részt vehetsz a tényleges sportklubokban és akadémiában, az összes jövőbeli technológiai fejlesztésben, valóságsokban, élő eseményekben, játékosok szerződésében és természetesen a blokkláncból származó digitális jutalmakban. Ahogy az Uber is sokkal több volt, mint egy újabb alkalmazás, a blokklánc sport is sokkal több lehet, mint egy egyszerű újabb blokklánc. Elképzelhetetlen innovációt és értéket hoz a sportolók számára, a szurkolók számára és a csapatoknak olyan projektekkel, amelyek, mint a klubok központosított finanszírozása, megkövetelhetik, hogy a fiatal játékosok, az AI áttörései, a virtuális valóságrendszerek, edzés, játék, átlátható adatelemzés, sporttudomány, egészségügyi technológiák, és természetesen a decentralizált sportok határtalan spektruma áll rendelkezésre. Tehát még a futball, labdarúgó klubok, akadémiák és a blokklánc sport ökoszisztémán belül is arra készülnek, hogy felforgassák az iparágat. A blokklánc sport áthidalja a szakadékot a sport és a digitális világ között, és mindkettő számára fontos problémákat old meg. Megvan a kapacitása, hogy a meglévő 500 milliárd dolláros sportágazat jelentős részét birtokolja, és egyúttal egy teljesen
új, gyakorlatilag óceánt is létre tud hozni a digitális gazdaságban. Megvan a lehetősége arra, hogy több milliárd dolláros cégé váljon, egyfajta unikornissá, és arra hívunk téged, vagy titeket, hogy csatlakozzatok ehhez a figyelemre méltó utazásra alapítottaként és márkapartnerként. Miközben a terv az kibővül majd szépen fokozatosan minden sportágra, számos technológiai kategóriára. A Blockchain Sports már most a szeptember 1-én debütál a világ első számú sportágában, a labdarúgásban egy decentralizált finanszírozási modellel, amellyel a klubok játékosokat szerezhetnek a szurkolókon keresztül is szponzorálással. Már ez az első projekt is óriási kapacitással rendelkezik, tekintve, hogy a játékosok átigazolási bevételei 2023-ban 35%-kal több mint 10 milliárdra nőttek először a történelemben. A Blockchain Sportok útja már is látható, ott vannak jelentős mérföldkövek, valamint tagadhatatlan példák vannak már a sikerek terén. 18 hónapot fektettek be eddig a fejlesztésbe, ez egy ilyen példanélkül digitális platform, beleérti előteljes több rétegű blokkláncot. 30 millió dollári magánbefektetést hajtottak eddig végre. Gyakorlatilag a brazíliai világszínvonalú labdarúgó akadémia építésének az első fázisa befejeződött már. Több disztruktív technológiai vállalat és futballklubot felvásároltak, és stratégiai partnerségeket kötöttek a legmagasabb szinteken. Gyakorlatilag van egy államcsapat, amely több mint 300 Web3 technológiai szakértőből áll, Dimitri Szetszön vezérigazgató vezetőségével felkeltette az iparág figyelmét. Labdarúgó legendek, akadémiák és klubok a világ minden tájáról együttműködnek velünk. Az első projekt, amelyet a Blockchain Sports a futballiparban indít, az valójában nagyon fontos, mert két kritikus kérdéssel foglalkozik abban az sportágban, ami az első számúnak számít. Először is a futballklubok számára jobb hozzáférés biztosít a tőkéhez, a fiatal tehetségek kineveléséhez, másodszor pedig megkönnyít a gyors előrehaladást a fiatal sportoló karrierjében. Vizsgáljuk meg a négy kulcsfontosságú elemet, amely az első projekt mögött húzódik. Az első elem a Blockchain Sport ökoszisztémában a futballklubokat és az akadémiákat teszi képessé arra, hogy decentralizált hozzáférőt biztosítsanak a fiatal játékosokba való befektetéshez szükséges forrásokhoz. Ez beleértve a képzést, fejlesztést, profi karrierbe való bevezetést és pályafutást. Tehát ez egy olyan decentralizált finanszírozási modell, ami demokratizálni tudja a labdarúgást, míg a Blockchain Sportok ezt a modellt a saját magukén belül valósítják meg a labdarúgó franchise-ban. A világ bármely pontjáról érkező klubok ugyanolyan hozzáféréssel rendelkeznek. Második elem az EVM kompatibilis blockchain és Web3 platform. Gyakorlatilag a fiatal játékosok digitalizálásával a szurkolóknak lehetőségük van a fiatal tehetségek szponzorálására intelligens szerződéseken, NFT-ken és interaktív piactéren keresztül. Ezek a feltörekvő fiatal sportolók megkapják első szerződésüket egy klubban, míg a szurkolók egy NFT-t kapnak, amely a saját részüket képviseli a szponzorációból. Ez az NFT lehetővé teszi számukra, hogy közelről kövessék a játékos útját, pénzügyi jutalmakat igényeljenek, és akár el is adhatják az NFT-t, mint a játékos bizonyos értékét. És így a játékos értéke felértékelődik. A harmadik elem pedig ezeknek a fiatal sportolóknak az edzéséről való edzését támogatja az élő meccsekig, ami növeli a piacra értéküket, és professzionális tapasztalatot jelent számukra, és megkönnyíti az zökkenőmentes átmenetet a legmagasabb szintű szerződésekben. Ez a szinergia mind a játékosok, mind a klubok számára előnyös. A negyedik elem középpontjában a játékosokat szponzoráló szurkolók állnak. A részvevő szponzorok részesednek a bevételből, amikor a játékos új klubhoz kerül, amit intelligens módon NFT-hez kapcsolódó okos szerződések valósítanak meg. Ez magában foglal egy szabványos képi jogokra vonatkozó szerződést, minden átigazolás, az átigazolási érték 50%-át teszi ki. Mivel a szurkolók támogatják a fiatal játékosokat, kereshetnek a karrierjük előrehaladásán. Ami a terveket illeti, bár minden a labdarúgással kezdődik, a Blockchain Sports ambiciózus terveket fogalmazott meg. Az a terv, hogy világszerte minden sportágra kiterjeszkedjen, és végtelen technológiát szabadítson fel. Gyakorlatilag a digitális platformon belül, amely a saját blokkláncára épül. Persze a saját sportfranchise skálázása ugye nagyon kiemelkedő esemény. A Limitless és a Blockchain közti stratégiai partnerségnek köszönhetően ismét lehetőséged van arra, hogy alapító taggá és márka partnerré váljál. Kizárólagos alapító csomagjainkon keresztül alapítóként az egész projekt alapítója és élethosszig tartó jogdíjakat élvező tagja lehetsz ennek a csapatnak, ha alapítóvá válsz, és kiválasztod az alapítói csomagodat, két fontos szerepet fogsz betölteni a Blockchain Sportsnál. Először is az alapítói, egyfajta a kizárólagos tulajdonos leszel, ami a számítási hardware és szoftvert jelenti, másrészt pedig, hogy egyfajta márkapartner is leszel, aki segít népszerűsíteni a Blockchain Sport projekteket a nyilvánosság számára. Nos, gyakorlatilag egyfajta digitális platform tulajdonosa leszel, és gyakorlatilag az
a natív, tehát lesz egy úgynevezett sportérme, aminek a terjesztésében is részt fogsz venni, és ez napi jutalmakat fog biztosítani márkapartnerként. Egyszerűen a posztok megosztásával segítesz majd a nyilvános platform növekedésében, a közösségi médiában, és az a cél, hogy 500 ezer alapítót érjünk el, tehát akik ők lesznek azok, akik népszerűsítik a Blokkline sportplatformot márkapartnerként, és ezért cserébe jogdíjat kaptok majd az egész projektből, ami összesen a teljes profit 50%-át fogja kitenni a teljes ökoszisztémából. Az alapítói csomagok minden egyes szintje hozzáférés biztosít további kategóriákhoz és további szintekhez. Ha úgy döntötök, hogy meghívtok másokat is, hogy ők is alapító tagok legyenek, akkor felgyorsítod a bevételedet, és így nagyon jelentős napi jövedelemre tehetsz szert, illetve különböző bónuszokat, amelyek növelik az összes bevételedet. El tudod képzelni? Minden, amiről ma beszéltünk, okos szerződéseken keresztül lesz megvalósítva a blokkláncban. Nos, ez, és az, hogy ezzel potenciálisan több milliárd dolláros céggé válhatunk. Ha alapító tagként részt veszel, akkor exkluzív jogdíjat kapsz az egész projektből. Összefoglalva, a blockchain sport újra fogja definiálni mind a sportipart és a blokklánc technológiát, és ezt a küldetést nem lehetne elérni megfelelő emberek és partnerek nélkül. Ezért hívunk arra, hogy csatlakozzatok ehhez a rendkívüli utazáshoz, és váljatok ti is alapító taggá. Együtt fogjuk alakítani a sportipar és a blokklánc technológia jövőjét. Köszönjük, hogy csatlakozol hozzánk, és alig várjuk, hogy üdvözölhessünk a blokklánc sportcsaládban. Edward, írja. Hú, annyira fel vagyok tüzelve. Hát, amit a Coca-Cola arénában mondtál, Edward, ugye mindenki hallotta tőled, hogy gyakorlatilag lesznek olyan vezetők, akik az elkövetkező 6 hónapban még többet fognak keresni, és többet fognak keresni az elkövetkező fél évben, az elmúlt 3 évben. És ez egy hosszú távú kapacitás, amiről beszélhetünk ebben a projektban. A PowerPoint már szépen el fogja magyarázni részletesen, úgyhogy alig várom, hogy belevágjunk abba is, de azt kell mondjam, hogy ez tényleg egy óriási nagy nyereséget hozó projekt lesz, és ez a webinárium pontosan erről fog szólni, és az elkövetkező 6 hónapban tényleg hihetetlen messzességekre érhetünk el. Elfelejtettem említeni egyébként pár dolgot, csak ugye tényleg olyan jó volt látni ezt a videót. Ugye egy Pacesetter, még egy leadership csoporttal beszélgettünk, és nézték az élő streamet, és fú, szóval a lényeg az olyan, akárhogyan is, szóval nincs túl sok időnk, úgyhogy akkor vágjunk is bele, és nézzük meg a prezentációt. Tudom, hogy rengeteg ember lesz, rengeteg vezető lesz, akik csatlakoznak hozzánk erre az egészre, de tudom, hogy 6 hónap az nem olyan hosszú idő, de mégis 6 hónap alatt többet tudtok elérni az elmúlt 3 évben. Tehát ez, az alapítói csomagok, ezek szépen elérhetőek lesznek, de biztos vagyok benne, hogy ezek el fognak fordni gyorsan. Tehát kétségem nincs felől, persze. Ugye hát korlátozott, hogy mennyi rendelkezésre. Na, akkor szerintem vágjunk bele a prezentációba, jó, Jeremy? Oké. Itt vagyok, csak mindjárt nézem, hogy készen van-e. Oké. Akkor itt is van a prezentáció. Mindjárt egy teljes képernyős módban nyitom meg, hogy jól lássátok. Látjátok a képernyőt, srácok? Igen, látjuk a képernyőt. Nekem azt mondja, hogy lefagyott. Nem tudom, változik a díja? Nem változik a díja. Igen. És nem volt teljes képernyős, amit láttunk. Jó, várjatok egy picit. Na most mi a helyzet? Most teljes képernyős, most úgy néz ki, tökéletes. Oké. Na, tehát Blockchain Sports és Limitless, a Web3 technológia találkozik a valós sportvilággal, Web3 találkozik az IRL-lel, tehát hoppá. Úgy tűnik, hogy elvesztettük a hangot.
Sajnos elvesztettük a hangot, és lefagyott. Na. Tehát itt egy speciális tokenekről beszélhetünk, és ezekből lehet napi jutalmakat kapni. Tehát gyakorlatilag van adattárolási tranzakció, ami nagyon jelentős része ennek a projektnek, és természetesen ezeket... Tehát ezzel egy időben, tehát ugye lehet ilyen digitális jutalmakban részesülni, ugye minden projekt, amiben része voltam, és az az igazság, hogy eléggé sok blockchain vagy blokklánc projektnek voltam része az utóbbi pár évben, ez a projekt, ez valós életből vett értékeket képvisel sem. Ugye vannak digitális jutalmak, de kaptok royaltyt is a valódi sportüzletből, tehát negyed évente kaptok például részesedést a játékosok átigazolásából, a bevételi részesedést kaptok a futballkluboktól, sporttechnológiai, sporttudományi, sportegészségügyi technológiákból, kutatásfejlesztésből, mesterséges intelligenciából, tehát gyakorlatilag ez mind-mind részét képezi ennek a platformnak, és például ott vannak valóságsók, valóságok, tehát élő események, sportesemények, stb. Ezek mind-mind további jutalmakat jelentenek, amelyek bekerülnek a tárcákba. Tehát gyakorlatilag ez mind egyetlen ökoszisztémán belül történik meg, ami a nem más, mint a blockchain sport. Úgyhogy akkor beszéljünk az első kategóriából, ugye minden alapító csomag úgynevezett nódokat tartalmaz, ugye minél magasabb szinten vagy, annál magasabb nódot kapsz, és minden alapító csomag segítségével gyakorlatilag royaltyket kaphattok. De nézzük, hogy mi is ez a nód. Ez kulcsfontosságú szerepet játszik az a blockchain rendszer üzemeltetésében. Tehát gyakorlatilag különböző feladatok ellátásáért fele, például a validációért, mindenféle tranzakciók validálásáért fele, illetve például az új tokeneknek a bányászatában is fontos szerepe van. Tehát a node az azért fontos, mert ugye gyakorlatilag ugye ennek a projektnek a megvalósításához 6 hónap áll rendelkezésre, és egyébként élőben szeptember 1-én fog indulni a világ számára. Onnantól már nem lesznek alapítói nódok, nem, onnantól kezdve. Tehát ez most egy exkluzív, az életben egyszer előforduló lehetőség. Tehát olyan valamit csinálunk, amit még soha nem építettünk meg. Nagyon izgatottak vagyunk, és őszintén szóval ez olyan dolog, amit még a világ nem látott. Ez egy exkluzív, kizárólagos lehetőség, de ugye itt nagyon fontos, hogy az alapítóként vegyetek részt. A különböző csomagok vannak, tehát itt gyakorlatilag 6 különböző alapítói csomagról beszélhetek. Tehát ez 500 USDT és 100 000 USDT között húzódnak ezek a szintek. Minden egyes szint egyedi előnyöket kínál, és növeli a nódoknak a számát, amelyeket tulajdonolhattok. És ugye ez az izgalmas ebben a modellben, hogy ugye gyakorlatilag ugye ott volt a nód lehetőség, ez a legnagyobb lehetőség, amit valaha láttunk, és ha bár ugye gyakorlatilag ezzel, tehát emellett ugye a való életnek a sport eseményeiben tudtok részt venni. Tehát ez egy óriási lehetőség. Tehát gyakorlatilag mind a kettőben részt veszünk, tehát ott van a digitális előnyök, és ott vannak a való élet üzleteinek az előnyei is egyszerre. Tehát ez egyébként minden csomag tartalmaz egy 100 USDT-s hozzájárulást a Brazilian Blockchain Sports Academy számára, amelynek célja a fiatal tehetségek támogatása és nevelése. Tehát egyébként most épül ez az akadémia, ez a sportakadémia. Brazíliában 1000 fős megnyitóra fog sor kerülni, ott lesz a sportminiszter, elnök,
a vezető focisták szerte a világról elmentek erre az erre megnyitó eseményre, ott volt a média, egy hihetetlen esemény volt mindjárt számára, hogy ott lehettünk, együtt voltunk. Ez az akadémia, ez egy közösségi projekt, gyakorlatilag ez megpróbálja Brazília közösségébe egy picit plusz életet lehenni, szeretnének lehetőséget adni a fiatal brazil tehetségek számára, hogy megvalósítsák az álmaikat. Tehát ez az úgynevezett akadémia csomag, ez benne van minden egyes csomagban, és gyakorlatilag ezzel tietek lesz a futballakadémia egy apró része, és ez megint csak egy olyan akadémia, ami egyébként nagyon kiváló és egyedülálló. Tehát mondtam, hogy összesen 6 alapítói csomag van, ugye a 100 USDT és az első szint, ez gyakorlatilag itt ez egy szociális projekt, NFT gyakorlatilag, IRL jutalmakkal jár, és digitális jutalmakkal. Tehát ugye Afrikában, Ázsiában, Európában már ugye nagyon sok olyan akadémia van, amelyek hálózatot jelentenek, amelyek rendelkeznek saját futballklubokkal, és gyakorlatilag ezekben tudunk részesülni mi. Tehát minden egyes alapító csomagban ezek benne vannak. Tehát aztán jön az a következő, az alapítói csomag, az első szint az 500 USDT. Tehát itt ugye gyakorlatilag az NFT értékesítésből tudtok részesülni. Ez a platform szeptember 1-én fog indulni. Itt miről is van szó? Gyakorlatilag ez lehetővé teszi azt, hogy fiatal játékokat lehessen szponzorálni az akadémiákon, és ahogy ezek a játékosok kikerülnek az akadémiából, és elkezdenek játszani, akkor bekerülnek a következő alapítói csomagba. Tehát minden egyes alkalommal, amikor egy NFT-t eladunk a másodlagos piacon, tehát valahányszor ebben az ökoszisztémában egy rajongó részt vesz, akkor egy első szintű alapító gyakorlatilag jogdíjat kap az NFT marketplace-en, és ezzel a csomaggal az embernek egy nódja lesz, és ez a nód, ez gyakorlatilag ez további tokent fog jelenteni. Tehát amikor az ember ezen a szinten csatlakozik, akkor 2%-ban részesül a Rewards Plan-ből, erre majd később beszélünk. Ez egy nagyszerű indulási szint, ez az 500 USDT-s szint. De persze jobb ennél a 2000 USDT-s, mert ezzel ugye az NFT marketplace-ből az ember részesül, de emellett gyakorlatilag részesül már a játékosok adásvételéből származó jogdíjból is. Tehát itt nyilvánvalóan ugye látjuk ezeket a játékosokat, ezek a tehetségeket, ahogy egyre előbbre és előbbre lépnek a karrierjük során, és ugye újabb és újabb szerződéseket írnak alá, ezeknek a szerződéseknek egy bizonyos százalékát egy jogdíjban fizették ki, és ezek óriási összegek. Nos, ugye az ember ebben nyilván szeretne részt veszni, hiszen nem csupán támogatni akarjuk a fiatal tehetségeket, de szeretnénk egy további nódokat kapni. Az előző szinten egy nódról beszéltünk, itt más már 4 nódról beszélhetünk, ugye ott vannak a tokenek, és gyakorlatilag itt még egyszer mondom, a játékosok adásvételében is már, vagy abból is részesítünk. Itt vannak napi jutalmak a nódok segítségével, és, de ez még egyszer akkor működik, hogyha az ember alapító tagja ennek a projektnek. A következő csomag, nos, az talán a legizgalmasabb. Ugye ez 8000 USDT-s alapítói csomag. Itt gyakorlatilag már 4%-ot kap, és egy 10 generációt. És nézzük, mi történik. Itt az ember jogdíjat kap tényleges futball klubokból, és ez hihetetlen jelentős, mert egyébként 23 000 ilyen csomag fog rendelkezésre állni ez a 8000-es szinten, tehát 23 000 embernek lesz lehetősége arra, hogy partnere legyen a futballkluboknak, és ugye továbbra is részesülnek az NFT marketplace-ekből, stb. 16 nódot kapnak, tehát emellett ugye még további digitális jutalmakban részesülhetnek, ugye a blockchain-ből. Tehát gyakorlatilag a blockchain tranzakciói
azok visszakerülnek majd a Node tulajdonosokhoz ebben a kategóriában. A következő csomag, az a 25 ezer USDT-s csomag, ugye ebből 8 ezer áll majd rendelkezésre, tehát 8 ezer ilyen csomagot fogunk értékesíteni. Ebben hozzáférést kaphattok az NFT Marketplace-hez, a Scouting Platform-hoz, a játékos értékesítéshez, a futballklubokhoz, illetve a sport, tudomány és egészségtechnológia. Azért az eseményen velünk volt egy fontos szakember, és beszéltek egyébként futball legendák is erről. Tehát nagyon fontos ez a terület, hiszen itt óriási előrelépések történnek, itt már mesterséges intelligenciát használnak, DNS szekventálás, számos olyan új technológiát, amelynek segítségével magasabb szintre lehet emelni a sportolás világát. Úgyhogy ez a kategória önmagában már óriási lehetőséget tartogat, tehát több milliárd dolláros bevételt tartogat, és természetesen, ugye itt az ember még további nódot kap, ezzel a csomaggal 50 nód jár, ugye ott vannak a tranzakciós díjak, és ugye a blockchain tranzakciós díjakból is ide át fog kerülni. Tehát az összes decentralizált alkalmazás, amelyet ezen a platformon megépítünk, azokból is ide kerül. Még egyszer mondom, ebből csak 8000 csomagot fogunk értékesíteni, és ugye az előző szinten pedig 23 ezer volt elérhető. A következő az 50 ezer USDT és alapítói csomag, ebből 4 ezer áll majd rendelkezésre, tehát ennek is korlátozott az elérhetősége. Itt ugye árbevétel honnan lehet az NFT Marketplace, a játékos adásvétel, futballcsapatok, sporttudomány, egészségtechnológia, és ott van a technológia, illetve kutatásfejlesztésből származó jogdíjból történő részesülés. Tehát itt egyébként ugye virtuális valóságról is beszélhetünk, az nagyon fontos része ennek a platformnak. Ugye van egy cég, amely egyébként már több mint 100 fejlesztővel dolgozik, tehát itt például beszélünk mesterséges intelligencia technológiáról, amit már egyébként használnak a különböző futball akadémiákon, és nyilvánvalóan az ember szeretne részesülni az ilyen új áttörés jelentő technológiák jogdíjából. És ugye még egyszer mondom, nagyon fontos digitális jutalmak vannak, itt 100 nódról beszélhetünk, illetve ott vannak ugye a tranzakciós díjából való részesülés, amely, ez azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű része ennek a modellnek, hogy ugye az a blockchain, amit kifejlesztett ez a csapat, az integrálva lett számos egyéb blockchainhez, és ezek a tranzakciók, az adatokkal, stb., amelyek történnek, ezek a tranzakciós díjak, ezek a Node tulajdonosokhoz fognak vándorolni, például itt az 50 ezeres csomagban, és a legnagyobb csomagunk az a 100 ezer USDT és alapítói csomag. Tehát ebben már a teljes szórakoztató üzletág is benne van. Március 1-én ugye egy valóság show felvétele megindul. Azt gondolom, hogy a világról a legjobb valóság show gyártókat sikerült összehoznunk, és ebben benne vannak különböző játékok, élő események, szponzoráció, tehát rengeteg minden, ami ugye a szórakoztató iparhoz tartozik, az ebben a szintben már benne van. És persze a digitális oldalon, a tranzakciókból is részesülnek, benne van nyilván a futballcsapatok, stb. Tehát az összes többi, amit már ugye felépítettünk, az mind benne van ebben a nagy csomagban. Úgyhogy nyilván itt is limitált számú csomag áll majd rendelkezésre, de ezzel tényleg az ember a való sportvilágban és a digitális világban egyaránt részt vehet majd. No, itt lehet látni akkor egy gyors összefoglalót, ugye 500 USDT, ugye 500 USDT-től 100 000 USDT-ig lehet látni, hogy pontosan mit is jelentenek, mit kaphatunk. És ugye lehet ugye upgrade-elni egyik csomagról a másikra, csupán úgy, hogy az ember kifizet a különbséget. Tehát valaki mondjuk egy 2000-es csomaggal lép be, de szeretne a 8000-esbe feljutni, akkor egyszerűen csak a különbséget kell kifizetni, és már is a nagyobb csomag tulajdonosa. Az árak
10%-a fognak emelkedni minden egyes hónapban. Tehát most, ha szeretnétek a legalacsonyabb árat bebiztosítani számatokra, akkor február az a hónap, amikor ezt megtehetitek márciusban, 10%-ban emelkedik az ára, aztán áprilisban további 10%-kal, stb. Tehát végig egészen augusztus 16-áig, amikor ezek az alapítói csomagok már bezárulnak, onnantól már nem lehet ezekből vásárolni. Beszéljünk akkor a jutalmazási tervről, hiszen most itt a Limitless közösségében, ugye mit szeretnénk létrehozni, egy olyan környezetet, egy olyan platformot, ahol mindenki megfelelő profittal távozik. Tehát még akkor is, hogyha a... Tehát a blockchain sportszal óriási lehetőség nyílik mindenki számára, és különböző projektkategóriában részt tudok venni, részt vehetek például média könyvtárban. Tehát, és fontos, hogy ezeket a dolgokat ti saját magatok nyugodtan hirdethetitek, és ezzel lehet még jobban bebiztosítani a projekt jövőjét, és részesülhetek a további jogdíjakban. Tehát ha az ember alapító tag, de van olyan, aki azt mondja, hogy nem csupán alapító, de szeretné megosztani ezt a lehetőséget másokkal. Na, onnantól kezdve a lehetőség tárháza még jobban kinyílik, mert a lehető legizgalmasabb, legegyszerűbb és legjutalmazóbb kompenzációs tervet hoztuk létre, amit valaha látott ez az üzletág. Tehát ez tényleg fel fogja robbantani ezt az üzletágot, amivel soha nem találkoztunk még eddig korábban. Erről fogok még beszélni. Tehát ugye a három kategóriáról beszélhetünk, hogy hogyan kaphat az ember jutalmazást. Egyrészt ott van az alapítói visszafizetési bónusz. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy bónusz kaptok, amely 100%-ban visszafizeti, amit majd mindjárt erről beszélünk, de lényeg az, hogy ahhoz, hogy ezt a bónuszt megkapjátok, mit kell tenni? Két embert kell behozni, tehát ajánlóként. Aztán a második egy 10 generációs Unilevel csomag, és a harmadik kategória, ilyenre se volt még korábban példa, ez ugye okos szerződéshez kapcsolódó nevezett breakage bonus pool, amely gyakorlatilag további 100%-ot jelent, tehát ugye a bónusznak, a bónusszal megegyező összeget még a közösség számára kifizetünk, teljes átláthatóságot biztosítunk a kifizetett profitakból, és ugye soha nem volt az olyan promóció, amiben lehetőség nyílt volna arra, hogy ilyen szintű hozzájárulást kapjatok. Tehát még egyszer mondom, ha az ember kettő további személyt behoz a rendszerbe ajánlóként, akkor már is már ugye jelentős bónuszt kaphatok. Tehát az összes jövőbeli kifizetett profit 10%-a az kifizetésre kerül majd rendszeres kifizetésként a Unilevel esetében, tehát a 10 generációs Unilevel esetében, tehát vannak ilyen rövid távú és hosszú távú jutalmak egyaránt ebben a rendszerben. Tehát két lépés vehet a sikerhez. Az első lépés az az, hogy mindenki kvalifikálja magát a rebate bónuszra, tehát kettő ember szponzorának kell lenni, akik vásárolnak alapítói csomagot, és így megkapjátok ezt a bónuszt, illetve a generációs illetve a bónusz pult kell kinyitni magatok számára, ugye el kell jutni a 10-es generációhoz, és valahányszor a következő generációt megnyitjátok, akkor kvalifikáljátok magatokat a következő bónusz pultra. Ezekről a bónusz pultokról majd fogtok hallani, és akkor rá fogtok jönni, hogy miért is olyan izgalmas, akkor beszéljünk most az alapítói csomagnak a visszaigénylési bónuszáról. Ugye minden alapítói csomag 50%-a a blockchain támogatásához megy, ugye a nódok támogatására megy, illetve a bővítési folyamatra, a fejlesztésre, stb. És ebből az 50%-ból a fele, tehát 25%, tehát minden alapítói csomag 25%-a ugye élő kereskedésbe kerül. Ezt a cég választotta, mert ezzel lehet ezt a bónuszpoolt létrehozni.
És amikor ez a 25% nő, és megnő mondjuk 400%-ra, akkor szeptember 1-től, amikortól élőben már elindul ez a projekt, akkor mindenki 100%-át megkapja az eredeti alapítói csomagjának, tehát az alapítói csomag árának a 100%-át megkapja bónuszban. Tehát még egyszer, amikor a 400%-ot eléri a 25%, akkor mindenki, aki két embert ugye behozott, az ugye további, tehát megkapja a kezdeti hozzájárulását. Tehát amikor az első két embert egyébként behozzatok, akkor ugye megnyitjátok magatoknak a 10-es generációt. Tehát ugye még akkor is, hogyha valaki, akit te ajánlottál, csak az első 500 USDT-s csomagot vásárolja meg. Tehát lényeg az, ebben az esetben már kvalifikáljátok magatokat erre a visszaigénylő bónuszban. Tehát ez még csak a kezdet egyébként, de már önmagában nagyszerű. És akkor ott van ugye a Breakage Bonus Pool, ugye van ebben háromféle, van a Rising Star Pool, a Champions Pool és a Legends Pool. Nos, ezek az úgynevezett breakage poolok, mit jelent ez? Az azt jelenti, hogy a rewards plan 40%-a, amit mondjuk nem fizetünk ki, mert valaki nem érte el mondjuk a 10-es generációt, stb. Tehát az összes ilyen jellegű kvázi maradvány, ami a világon jelen van, azt egyenlő módon elosztjuk ezen három pool közül. 30% megy a Rising Star poolban, a 30% megy a Champions poolban, és 30% megy a Legends poolban. És a maradék 10%-ot a jövőbeli promóciókhoz, eseményekhez használjuk fel a közösség számára. A Rising Star pool az gyakorlatilag az első 30 napon áll rendelkezésre. Tehát gyakorlatilag tehát azt akartuk, hogy ebben ugye a Rising Star-ral azokat jutalmazzuk, akik ugye most csatlakoztak, és elértek apróbb célokat az első 30 napjuk során, és ezt szeretnénk és ugye így kvalifikálták magukat erre a bónusz poolra. A Champions Pool az már magasabb generációk, tehát 4, 5, 6, 7 generációk számára áll nyitva, és ilyenkor tehát az ember, ahogy folyamatosan emelkedik a generációs szintje, úgy kap újabb és újabb szintet ezekből a poolokból. És akkor nézzük, hogy is működnek. Napi kifizetést biztosítanak, és 30 a részszedés megszerzése után 30 napig működnek. Tehát amikor az ember megszerzi a részvényt, akkor a rákövetkező 30 napban minden áldott nap az adott csomagból, az adott poolból részesül. Tehát ez megint csak egy totális újdonság. Tehát látjuk, hogy vannak olyan bónuszpoolok, amelyek nagyszerűen működnek, vannak olyan bónuszpoolok, amelyek, hogy úgy fogalmazzak, nem olyan nagyszerűen működnek, és éppen ezért most létrehoztuk ezt, és azt gondoljuk, hogy ez lesz a legszuperebb bónuszpool modell, amit a mi üzletágunk valaha is megtapasztalt. Úgyhogy nézzük akkor, mit is tudunk a Rising Star bónuszpoolról. Még egyszer mondom, az úgynevezett breakage 30%-a ide vándorol, és amikor a háromas generációt az ember kinyitja, vagy megnyitja, ugye van 5000 közvetlen ajánlás az első 30 napban, akkor az ember megkapja az első részesedését ebből a poolból, és akár 5 részesedést lehet kapni ebből a poolból, és ez megtörténik az első 30 napban, ami azt jelenti, hogy 25 000-et sikerült elérni a személyes ajánlásokkal az első 30 napban, akkor az ember kimaxolta Rising Star Pool-t, és ebben az esetben napi szinten kap kifizetést. De mi történik ezután? Az ember továbbra növekszik, továbbra épít, és megnyitja magának a 4-es generációt. Mi történik ebben az esetben? Tehát itt ebben az esetben van egy 100 000-es összeg, akkor az ember már a Champions Pool-ra kvalifikálta magát, és hogyha ugye a 5-ös generációt nyitott meg, vagy 6-ost, vagy 7-es, akkor további részesedést kap ebben a poolban. Majd meg fogom mutatni a konkrét számokat is, de a lényeg az, hogy szépen fokozatosan tudja az ember növelni a lendületét, és valahányszor az ember eléri a következő küszöbértéket, onnantól kezdve megnyit maga számára egy újabb szintet a napi kifizetések tekintetében. És emellett a Champions Pool-ban 100
100 000 millió úgynevezett atléta coint tettünk elérhetővé ebben a poolban, és ezt is a részesedés alapján kaphatják meg a résztvevők a Legends Pool. Ugye a top vezetőket célozza meg, ez azoknak a vezetőknek van, akik igazán nagy mennyiséget hoznak létre, 8-9-10-es generációt nyitják meg, és akkor itt egy újabb 30% ugye ebbe a poolba fog vándorolni a top vezetők számára, és megint csak egy 100 millió atléta coin kerül szétosztásra az itteni vezetők számára. Amikor az ember eléri a 10-es szintet, akkor pedig állandó részesedést kap ebből a poolból, és erről is fogunk majd egy picit részletesebben beszélni a mai nap folyamán. Nos, ugye vannak, ugye különböző forgatókönyveket próbáltunk áttekinteni, tehát bárki, aki ezen a hétvégén elindul velünk, az gyakorlatilag már meg is nyitja, és aki eléri, aki már a, tehát hétfőn lesz az első kifizetés, tehát aki már a hétvégén valamelyik bónuszpót megnyitja maga számára, az már hétfőn kap kifizetést, és itt ez egy óriási háromnapos lehetőség, hogy az ember hirtelen elindítsa magát, és amikor az első bónuszpól elindul hétfőn, akkor már mindenki kvalifikálhatja magát ezekre a poolokra. Tehát már vannak olyanok, akik a Legends poolba kvalifikálták magukat, tehát 24 órája áll rendelkezés ez a lehetőség, és már is vannak olyanok, akik már végigmentek, és már a harmadik bónuszpoolnál vannak, és még egyszer mondom, hétfőn indul majd el az okos szerződés, a smart contract, itt lehet látni a konkrét adatokat, az ember csatlakozik, a blockchain sportshoz a limitless-en, és akkor lehet látni, hogy 4% érkezik a közvetlen ajánlásokból, és akkor a másik generációnál ehhez egy 1000 mennyiségű személyes ajánlásra van szükség, tehát ajánlói volumenre van szükség, és így gyakorlatilag jogosulttá válik az ember az alapítói csomag kedvezményes bónuszára, amivel vissza lehet kapni az alapítói csomag értékének 100%-át. Aztán utána ugye az, amikor már 5000-es személyes ajánlói vonulmányról beszélünk a harmadik generációnál, akkor minden egyes 5000-es mennyiség után egy részesedésre, egy részvényt lehet kapni az első 30 napban, maximum 5 részvényt lehet elérni. Aztán utána lehet ugye már a negyedik generációt megnyitni, 25000-es mennyiséggel ajánlói vonulmánnyal. Itt egy részvényt kap, vagy egy részesedést kap az ember a Champions Poolból, és itt ugye egyébként utána van egy 3%-os jutalmazási terv, aztán az 5. generációnál ugye 100000-es mennyiséggel 4 részvényt kap az ember a Champions Poolból, és megint csak itt már 4%-ot lehet kapni a Rewards Planből, a Unilevel bónuszból, aztán ugye ott van, de ugye már az első naptól meg lehet kapni ezt a 4%-ot, ha az ember a 8000 dolláros alapítói csomagba vásárol be. Ugye itt a 6. generációnál már 10 részvényt kap az ember a Champions Poolból, a 7. ugye az egy 500000-es ajánlói volumen 20 részvénnyel, vagy részesedéssel a Champions Poolból, a 8. generációnál ugye 1 milliós ajánlói volument él az ember, és kap egy részvényt a Legends Poolból. A 9. generációnál 2 részvény, illetve a 10. generációnál ugye 5 milliós ajánlói volumenről beszélhetünk, és itt 5 állandó részvényt kap az ember a Legends Poolból. Nos, ezek ugye azt jelenti, ezek már állandó részvények, tehát amint az ember eléri a 10-es szintet, onnantól állandó részvényeket kapnak, és gyakorlatilag valahányszor az ember eléri az 5 milliós szintet, akkor onnantól további 5 állandó részvényt kap a Legends Poolban. Tehát ugye ezek a mennyiségi követelmények, ezek 50%-os szabály mellett működnek, tehát hogyha tehát ezzel lehet maximalizálni a jutalmazási szintet
Még akkor is, hogyha két csapata van az ember, de nyilván minél több csoporttal dolgozik az ember, annál gyorsabban tud haladni. Ugye ezek kumulatív kvalifikációk, tehát nem havi szinten történnek. Tehát itt nincsen időbeli korlátozás, tehát ezek tényleg kumulatív mennyiségek, és így lehet ezek a generációkat megnyitni az ember számára. Tehát az a fontos, hogy a kezdeti jutalom a Rising Star-nál ott van egy időbeli megkötés, azt gyakorlatilag az első 30 napban kell megtenni ahhoz, hogy ott abban maximum 5 részvényt kapjon az ember, és akkor mi kell a kezdéshez? Nagyon egyszerű 4 lépés. Először is egy Tronlink pénztárcát kell létrehozni az applikációban, vagy a Chrome kiterjesztése, vagy máshogy meg kell próbálni ezt letölteni, aztán utána át kell utalni, tehát a TRC20 USDT-t a Tron pénztárcába a megfelelő csomag számára, és biztosítani az embernek legalább 200 TRX-e van a blockchain díjakra, és a negyedik, hogyha az ember már tag, akkor gyakorlatilag fölmegy az ember a weboldalra, az iamlimitless.io, tehát ha már, és akkor az ember ott be tud jelentkezni, és innentől kezdve már ott látjátok ugye a csomagot, már benne vagytok a genealógiában, már van csoportotok, tehát már itt akkor részesei vannak ettek. Hogyha valaki most csatlakozik először, tehát nem volt korábban Daisy tag, akkor ugye az ajánlói link segítségével tud majd csatlakozni ehhez a nagyon erőteljes közösséghez. Ez a jutalmazási terv. Azt gondolom, hogy minden közösségi tagot képes tesz arra, hogy például a lehetőségekkel éljen és jutalmakat kapjon a részvételért, illetve a blockchain részesi népszerűsítéséért. Tehát hogyha ki akarjátok nyitni magatok számára a maximális kifizetés lehetőséget, akkor vasárnap éjfélig, tehát vasárnap 11 óra 59 percig kell gyakorlatilag elérnétek az első lépéseket. Ugye az alapító csomagokat eddig tudjátok megkapni a legalacsonyabb áron. Hétfőn elindul az első kifizetés az okos szerződéssel, tehát maximalizálhatjátok a generációtokat, a bónuszpólotokat, még azelőtt még bárki kifizetődne. Tehát fontos, az elkövetkező 3 napban, vasárnap éjfélig toljátok, amennyire lehet, és hétfőn már ugye maximalizálhatjátok az első bónuszt, és az elkövetkező 6 hónapban a zsebetekbe vándorló bónusz. Úgyhogy, és az is fontos, hogy most juthatok hozzá a legalacsonyabb áron az alapítói csomagokhoz, hiszen március 1-ével 10%-kal emelkedik az ár. És ugye, akik csatlakoznak most és február vége között, azok kvalifikálják magukat egy exkluzív lehetőségre, mely alapján a nódok már az blockchain adatkomponenséből is részesülnek, hiszen tudjuk, itt van adatfeldolgozás, adattárolás, és ez óriási bónusz fog jelenteni. Minden egyes nap gyakorlatilag további digitális jutalmakat tudtok gyújtani az adattárolási tranzakció kapcsán, ami a blockchainen működik. Úgyhogy www.iamlimitless.io oldalra menjetek föl, ott szerezitek meg magatok számára a megfelelő csomagot, és az elkövetkező 3 napra próbáljátok elsősorban összpontosítani. Srácok, mi hiszünk abban, hogy ezt a közösséget tovább tudjuk növelni, és 500 ezer tagra tudunk nőni az elkövetkező globális eseményünkig, amely ugye augusztusban történik meg Las Vegasban. Tehát elmondtam, hogy hány csomag áll rendelkezésre, amint ezeket eladtuk, onnantól ezeket már nem lehet megvásárolni. Úgyhogy mi szeretnénk az elkövetkező 6 hónapban megkétszerezni a közösségünk méretét, Edward Ilja. Itt most akkor veszek egy nagy levegőt, átadom nektek a szót, de én abszolút izgatott vagyok, és fel vagyok tüzelve, és azt gondolom, hogy hihetetlen dolgok történnek a mai nappal. Jeremy.
Tehát azt hiszem az egyik legjobb prezentáció volt, de az biztos, hogy a Limitlessből az egyik legjobb prezentáció volt. Egyértelmű, rövid, áttekinthető, és ez egy nagyon fontos eszköz lesz mindenki számára, ez a PowerPoint is, amit majd megkaptok. Tehát azt gondolom, hogy ezekkel a PowerPointokkal majd a következő szintre fogunk lépni. Ezek abszolút jól érthetőek, tehát ez tényleg nagyon jó volt. Edward, egyetértünk? Tényleg szuper volt. 100%-ban. És... igen, egyébként tegnap is olyan jól elmondtuk ezt, igen. No, de szuper volt, tényleg szuperül elmondtad, nagyszerű volt. Jeremy, bocs. Igen, mondd csak. Még aztán van néhány percünk, hogy ki ne fussunk az időből. Tehát nagyszerű vezetőségi eseményünk volt már idén. Nem tettük ide a slide-ot, de majd beletesszük. Tehát mindenki kvalifikálhatja magát az idei év decemberére a következő leadership eseményünkre. Ez 10 milliós USDT, 50%-os szabály, mert ez a legjobb vezetőségi eseményünk. A legutóbbi azt gondolom, hogy a legjobb volt életemben, de legalábbis én vezetőségi események kapcsán, hogy a következő az majd decemberre várható. Igen, valóban. Van egy-két elütés, meg ilyesmi a prezentációban, de ezt kijavítjuk. De amint hazaérünk Dubajból, akkor frissítjük a prezentációt, de ugye 13 nyelvre tolmácsoltak ezt a mostani eseményt. Egyébként, Ilja, amíg itt vagytok, van egy új YouTube csatornánk, a Limitless YouTube csatornánk, úgyhogy próbáljuk ott is ugye a feliratkozóknak a számát növelni, osszuk meg a videókat a közösségi médián, próbáljuk meg tényleg felrobbantani a médiát és az új YouTube csatornákat és ezekkel a videókkal. Ezek a videók, ezek a nyelvek, ezek mind elérhetők lesznek az elkövetkező órákban. Úgyhogy lesz majd egy frissített prezentációnk, egy még professzionálisabb prezentációnk is, de azt gondolom, hogy 100%, hogy pontosan amire szükségetek van, osszátok a hírt a blockchainről, és toljátok. Igen, abszolút 100%-ban egyetértek. És Jeremy, csak a Daisy közösség számára az utolsó üzenet, ugye már tettünk róluk említést, a meglévő Daisy tagok, ugye 3-4 nap áll rendelkezésre a csomagvásárlásra, ugye vasárnap éjfélig. Tehát nyilvánvalóan, hogyha nem vesztek magatoknak csomagot, akkor ugye nem kaptok commission belőle. Úgyhogy fontos, hogy legalább egy $500 csomagot kell venni ahhoz, hogy a többszintű jutalékhoz hozzáférjetek. Tehát, és hogyha hétfőn vásároltok be, akkor azért elég jelentős összegtől elestek. És ezt a Daisy közösség számára mondom üzenetként. Aki ugye a közösségen kívülről érkezik, és lesz Limitless tag, az nyilván más, de ezt szerettem olyan a Daisy tagok számára elmondani, és szeretném mutatni, hogy hol vagyunk. Itt a Burj Khalifa tövében nem szabad kihagyni az ilyen eseményeket. Olyan csodás időt töltöttünk együtt, valahányszor összejövünk, hihetetlen energiák gyűlnek össze. Ez volt az eddigi legnagyobb eseményünk. Megyünk majd Japánba, és ott fogjuk a regionális eseményen is bejelenteni a legfontosabb dolgainkat, és májusban Európában leszünk, valószínűleg Budapesten, június 10-én, és ez lesz megint egy regionális esemény, és lesz egy észak-amerikai eseményünk is Las Vegasban. Úgyhogy, ha nem voltatok még az eseményünkön, akkor gyertek el a következőre, és biztos, hogy onnantól ezzel sosem fogtok egyet sem kihagyni, hiszen így tudjuk együtt a következő szintre feltornászni magunkat, úgyhogy próbáljunk meg jelentős lendületet venni. Tehát azt gondolom, hogy közösségként nagyon erősek vagyunk, és nagyon áldottak vagyunk, hiszen olyan lehetőségünk van, ami az életben csak egyszer fordulhat elő, és tényleg ez lesz a legátütősebb projekt, vagy a legütősebb projekt, amit a világ eddig látott. Ugye? Igen, tökéletes. No, akkor sziasztok, megyünk, és hamarosan találkozunk. Köszönjük, hogy csatlakoztatok. Sziasztok!